Hello, sziasztok! Szép napot nektek! Üdvözlet ismét itt a csatornánkon! Ahogy az előző videókban már említettem, ugye mostanában volt a Black Friday, aztán a családunkból volt egy pár rendelés innen-onnan, és hál' Istennek egy érdekes darab ismét a kezembe akadt, úgy ahogy kettővel ezelőtt ez az újfajta Converse, az Adidas Top ten High cipőről beszélhetünk. Fehér, fehér bőr változatban lesz ebben a dobozban menne, mindjárt be is fogom mutatni. Ugye a higiénia okán mostanában nem real boxingot csinálunk, hanem kivesszük a dobozt, illetve megfelelő óvintézkedéseket megteszünk mi is, ezért most így látható itt ez a kis csomag. Ez amúgy a Snaker Studio felületéről lett rendelve ez a cipő. Ahogy én tudom, 30.000 ezer forint körüli árban mozognak, 25 és 30 forint közt van valahol a általános fogyasztói ára, hogy úgy mondjam, ennek a típusnak. Viszont ebben az esetben ez 13.500 forintos összegért volt megvásárolható, Ugye Black Friday volt, valamint volt valami late night, nem tudom, akciót, mínusz 15%-kal, és így egész le tudtak menni 13.000 forintig azok, akik megrendelték ezt a cipőt. Örülünk neki, mert még ilyen nem volt a kezembe. Mutatom a dobozt. Ez volt ebben a Snake Studios dobozban. Ugye itt látszik, hogy az Adidas logó az oldalán van a három csík van a dobozon. Látod az alján ugye az általános alapvető információkat, újrahasznosítható, stb. Hogy kell hulladékként kezelni esetleg ezt a dobozt, itt az oldalán fent van rajta ugye, hogy top ten. Ugye ez a J, ez a, ha jól tudom, ez a junior, Ö Ugye van férfi, női és van fiataloknak készült típus, szóval ebből a 40-esből még pont volt fiataloknak készült típus, és ez a képeket összehasonlítva annyit tudok elmondani, hogy elmondás alapján fehérebb volt, mint a férfiaknak szánt. Úgyhogy a 40-es méretből mind a kettő elérhető volt, és ez valahogy jobban tetszett annak, aki viselni fogja. Ugye itt látod az egyéb színre és típusra vonatkozó megjegyzéseket, típuskódot, Adidas a stop 10, ugye Junior Originals egyéb logó, amit nem, direkt nem takarítottam le, láthatjátok, hogy egy kicsit poros a doboz teteje. Én emiatt nem is bánkódom amúgy, annak is azt mondtam, aki ezt kapta, mivel nyilván ez azért fehér poros, mert ezt a cipőt ugye nem úgy, úgy szedték le, hogy valami üzletből lekapták a polcról, és körülbelül már tízszer volt próbálva, tehát ebben a dobozban egy teljesen originál cipő van, ezt már megnéztük, tehát soha senkinek a lábán nem volt, és ahogy a gyárba elkészült, csak egy ugye méretelenőrzésen eshet át, hogy megnézik, hogy az van-e benne, az van benne. Még mielőtt belekezdek, ugye sokan úgy tudják, hogy ez a három csík, ez az Adidasnak a logója volt, kezdetektől fogva, erről a majd legközelebb, viszont Adolf Dasslerről, aki az Adidas alapítója, egy pár információt megtalálhattok az előző videóinkban. Még erről nem beszéltem sose, ez a három csík nem az Adidas logója volt, hanem volt egy finn, Ilyen cipőgyártóvállalat, talán ez a Kárnub, ha jól mondom, de nem biztos, hogy jól mondom a nevét, és az Adidas alapítója tőle vásárolta meg ezt a hármas csikozást, úgy került fel az Adidas cipőkre, és ez elvileg nem az Adidas jelle volt először, hanem a cipő stabilitását volt szolgálni. Tehát azért volt ez a három csík a cipő oldalára fel, arra, hogy stabilabb legyen a cipő. Ezennek a három csíknak a rövid története, és most elmondtam, amit akartam, kinyitom a dobozt. Itt van benne már látszik a kis cip cipő, ugye itt ezek a minőség ellenőrzési kis cédulák is benne vannak, ahogy annak benne kell lenni. Itt általános információk a dobozban. Ki is veszem ezt a cipőt. És itt van a kezünkbe ez a az Adidas Top Ten, ugye háj, ugye az a high a magas, magasabb típust jelöli ez a high. Az Adidas Top Tenről, még mielőtt belevágok, annyit ehhez is elmondok, hogy ugye ez a cipő egy-egy kosárlabdázóknak készült cipő, és azért toptem, mert ha jól emlékszek, akkor 1979 ben aki idősebb, az talán még hallhatott róla gyerekkorában, a top 10 legjobb kosárlabdázó részvételével az Amerikai Egyesült Államokban elkészítették ezt a cipőt, és mindegyik ilyen kosárlabdázó ebben a cipőben kente vágta ezt a sportot, ebben űzték, Annyi különbséggel ugye, hogy a fehér, a sötétkék és a piros alapszínekkel van ez kombinálva. Tehát az az igazi top ten, az az alap, az a klasszikus. Ez a fehér, nyilván ez is lehet klasszikus, de most itt nálunk ebben a formában van. Megmutatom a cipőt így, hogy hogy néz ki kommentár nélkül. Na, körülbelül így néz ki ez a cipő, még itt a nyelvét megmutatom nektek. Ugye itt van fent, hogy top ten, és ez az érdekes logó. Ugye itt látszik a kosárlabdázóknál ugye a gyűrű alatt lévő háló, és maga a gyűrű, ugye ez jelzi, hogy kosárlabdázóknak készült ez a típus. A belsejében amúgy kihúzom ezt a fűzőt, remélem nem bánja ki a én patentolgatom ismét így néz ki belülről, ugye bent itt van a márkavédjegy és többi, valamint az Adidas logó és maga az Adidas felírás szerepel a cipőben. Lássuk akkor mit látunk, ugye ez egy bőrcipő, és ugye ez az Adidas Top Ten High, ugye ez azt jelenti, hogy itt felső részen, itt egy ilyen bokavédőszerű rész van még felvarva. Láthatod amúgy, hogy valóban ez egy, elképzelhető, hogy egy félcipő alapjában véve, csak némileg a fűzők, a fűző átvezetési pontjainál jobban van ívelve, és mintha egy plusz felső részt kapott volna. Egy félcipő. Látható rajta a három csík, amit ugye az előbb említettem, hogy hogy került a Zadidas cipőkre rá, és hogy lett az Zadidas védjegye. Láthatod még a Zadidas logót itt a nyelvén felül, valamint a Top Ten feliratot. Itt ez egy dombornyomott márkalogó és egy védjegy. Ez nem dohánylevél amúgy, hanem ez a sok színűséget mutatja az adidasnál, de ezt majd egy másik videóban, mert sokan azt mondják, hogy ez egy dohánylevél, ez nem, az, ez nem azt jelenti az adidasnál. A talpán is látható, ez lényegében egy negatív lenyomat, ugye, de úgy, hogy dombornyomot mintázatot képez. Az adidas logó szintén ezzel a az adidas kiírása. Mert ez elég érdekes a talpa, szerintem annyira nem csúszik, csúszhat vagy csúszik maga a cipő. Lukacsozott az óra, Annyi különbség van a klasszikus Top Ten és ezen cipő között, hogy elvileg ennek a vonalai egy kicsit markánsabbak, mint az eredetinek. Tehát az óránál ez egy picit nagyobb talán a, a zórbevarrás, akkor egy kicsit olyan élesebb vonalak jellemzik ezt a cipőt. Kiveszem a másik részét is, akkor meg fogom nektek mutatni azzal együtt. Véleményem szerintem, hogy tényleg ez egy szép fehér cipő, hát az nem tisztán lesz. Tehát ez, ezt valóban, tényleg soha senkinek a kezében nem volt, ezt soha senki nem hordta. Én, én megmondom őszintén, ezt szeretem az internetes rendelés során. Tehát, ha bemész egy üzletbe, akkor valljuk meg őszintén, sokszor van az, nyilván ezt a üzletek vezetői, illetve nyilván ott a zeladók is próbálják úgy konstatálni, hogy csak ez az egy darab van, most csak ezt tudom adni, tehát pont azt, amit felpróbálsz, nyilván mert akkor egy, <coughs> bocsánat, egy olyan darabot tudnak ismét kirakni a polcra, a kirakatba akárhova, ami még nem volt senkinek a lábán. Én jobban szeretem valahogy az internetes rendelések során, amikor megjönnek ezek a cipők, mert 90%-ban olyan cipők jönnek meg, ami tényleg egy raktárból kerül le, és ez soha senkinek még nem volt. Tehát te nyitod ki először, te veszed először a kezedbe, a telábadra fog beállni. Tehát az azért nem mindegy. És az a 13 ezer forint, egy pár száz forint, picit több, ha halljuk meg őszintén, ezért a cipőért is nagyon jó volt. Nem tudom, mennyire merev amúgy ennek a cipőnek a maga a járás közben is stabilitása, mely, milyen lehet, ugye a talp az nem igazán hajlik. Viszont ilyen nyákásabb, kicsit esősebb időben azért attól függetlenül, hogy lukacsos az orra, még jó lehet ez a cipő, tehát feltételezhető, hogy nem olyan hideg, vagy annyira nem ereszti át a hideg levegőt, tehát ilyenkor is kényelmes lehet felvenni, és ez is, mint egy ribák klasszik, egyszerű mozdulatokkal tisztára takarítható, hogyha összekoszolod, vagy hogyha olyan jellegű kosz éri. Más nem nagyon tudok róla elmondani, ezek az alapinformációk, amit tudok erről a cipőről, így hogy kézbe veszem. Képeken is amúgy van, ahol jól néz ki, de van, ahol nagyon előnytelen képeket csinálnak erről a cipőről. Azt hozzá tudom tenni, hogy így kézbe véve elég pofás darab, tehát még lehet én is elgondolkozok azon, hogy szerzek majd egy ilyet. Ugye ennek a konkurenciája szerintem a Nike Air Force, esetleg ilyen Supra cipőkre hajazhat ez a stílus, de ugye ez egy régebbi, tehát azt tegyük hozzá, hogy 2009-ben, ahogy én tudom, 30 évvel a 79-es bemutatása után jött vissza, pont ebben a fehér színben ez a típus, ugye akkor elevenítette fel az Adidas ezt a top tent, azóta lehet ismételten kapni, úgyhogy azért gondolom, hogy ez a cipő volt minta ezeknek a high cipőknek, hogy így érdemes készíteni, mondjuk olyan márkáknál értve ezt, ami az Adidas után jött létre, és ezután a típus a cipő után keletkezett manufakturálisan. Na, körülbelül ennyi, amit erről a cipőről be tudok nektek mutatni. Én azt mondom, hogy nem tudom, mennyire jön át videón, amúgy egy egész kis pofás darab, tehát tényleg nagyon jó néz ki. Nem feltétlenül tetszenek nekem ezek a, inkább a low stílus szeretem, de nem feltétlenül jön be ez a magas de ez egész jónak tűnik. Én azt mondom, hogy érdemes ezeket is, hogyha leárazások vannak érdemes ezt a cipőt is evidenciába tartani, mert ez a 13 ezer forint tényleg ilyen kedvező volt, nem olyan magas az ára, bár ez a lyukacsozás egy picit ugye elveheti a kedvet az embernek attól, hogy hidegebb, télebb időre vásároljon egy ilyen cipőt, de ettől függetlenül nekem így első kézből, így első ránézésre tetszik ez a cipő, nem rossz, nem rossz. Tehát ebben az árfekvésben, amire pedig megvásárolták, tényleg nagyon jó. Úgyhogy ismét fogott az egyik családtagunk egy jó kis darabot, egy klasszikust, mégis elég szép formában. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, megnéztétek ezt a videót is, hogyha esetleg pont ilyen vagy elszasanló cipőn gondolkoztok, remélünk, reméljük ezzel tudtunk nektek valamennyit segíteni a cipővásárlásban. Jó videózgatást, nektek további szép napot, sziasztok!